Éppen 30 éve 1986. április 26-án történt a csernobili atomkatasztrófa. Az atomerőmű egyik reaktora gőzrobbanás miatt kigyulladt, és robbanások sorozata után nukleáris olvadás következett be. A baleset miatt radioaktív hulladékkal szennyeződött a Szovjetunió nyugati része, Európa több országa és Amerika keleti része. 200 ezer embert kellett kitelepíteni. A Párizsi Egyetemen nemrégiben konferenciát rendeztek a csernobili katasztrófa 30. évfordulója alkalmából. Itt szakértők beszéltek saját tapasztalataikról és arról, milyen kihívásokkal kell a régiónak szembenéznie. Ukrajna franciaországi nagykövete szerint a munkálatok vége 2017-re várható, de természetesen fertőtleníteni kell a szarkofág tartalmát, ehhez pedig több időre lesz szükség. Ha nem tévedek, ezen munkálatok vége 2023-ra várható, tette hozzá. Néhányan azonban a veszély ellenére úgy döntöttek, visszatérnek a fertőzött területre. Galina Ackermann, a Kajani Egyetem kutatója elmondta, mivel nem lehet 8 millió embert kitelepíteni, vannak, akik a fertőzött területeken élnek tovább. Ez pedig elég kockázatos. Még a létesítmény körüli 30 kilométeres tiltott zónában is vannak olyan területek, amelyek elméletben lakhatóak. A probléma az, hogy ahhoz, hogy a lakosság környezetét élhetővé tegyük, hatalmas beruházások kellenek. Les conditions de vie de cette population, il faut des investissements énormes. Az élővilág, az állatok ugyan visszatértek a területre, de a valószínűleg megfertőződött tápláléklánc hatásait egyelőre nem lehet teljesen lemérni. A Kajani Egyetem egy szociológusa szerint a Csernobil környékén élők nincsenek tisztában a veszély mértékével. Csernobil után már nem szemlélhetik nyugodtan azt, ami a tányérukra kerül, sem a kertjüket vagy az erdőt. Ugyanakkor sok minden ugyanolyan maradt, mint amilyen a baleset előtti időszakban volt. Fizikailag a dolgok nem változtak meg. Szóval ez egy kicsit tudathasadásos állapot, hiszen a fertőzés láthatatlan, de létezik. Az általa okozott hatások pedig késleltetve jelennek meg. A fertőzött zónában élő emberek nagy része pedig azt kérdezi, miért vagyunk bezárva, miért telepítettek szöges drótot, miért lakoltattak ki minket. Nézzék csak, itt is tudunk élni. Oksana Paslovska, a római La Sapienza Egyetemen dolgozó ukrán tudós elmondta, a helyzetet a legjobban az mutatja be, hogy az emberek egyszer egy évben visszatérnek a fertőzött területekre. A húsvéti szünet idejére időzítik a látogatást, és hogy hová mennek? A temetőkbe, hogy leróják tiszteletüket halott szeretteik előtt. Manapság becslések szerint mintegy 800-an laknak a sugárfertőzött területeken. Az itt élők várható életkora 45-50 év.